Sziasztok, ez itt újra a Játékok a polcról. A mai adásban Power of the Force figurákkal fogok foglalkozni, mert most nem nagyon tudtam mást összekaparni mára, maradjunk annyiban. Ugye eljött a Figura Festnek a hete, és hát ilyenkor levegőt venni is alig van időm, az a helyzet, de azért arra most szakítottam, hogy összekaparjuk egy pár olyan figurát, ami még nem szerepelt, és hát itt a Power of the Force-nál azért már rohadt nehéz dolgom van, megmondom őszintén, mert a simán single cardosként, basic figurákként kiadott dolgoknak a szerintem 90%-ával már foglalkoztunk korábban. Persze járgány, meg creature, meg ilyenek még vannak, amik nem kerültek sorra, egyszer majd azok is lesznek, de hát a sima figurák azok most már eléggé durván ki vannak vesézve. No, de mára még azért jutott 5, ami igazából technikailag 4, mert hogy egy kettes pakkos figuracsomagról is szó lesz, egy bontatlan, 4 bontott, úgyhogy kezdjünk is bele. Az első darab, amivel ma foglalkozunk, az a 8D8 1998-ból. Egy nagyon-nagyon jó kis figura, egy nagyon-nagyon jó kis karakterről, igazából én ezt a droidot mindig is kedveltem, már gyerekkoromban is. Ha valakinek esetleg nem ugrana be, akkor ő az a droid, aki ugye Jabba palotájában ugye kínozza a Power droidot, gyakorlatilag az eredeti trilógiában csak abban az egy jelenetben látszódott. Eredetileg egy bányász droid volt egyébként, amit átprogramoztak kínzásra, és hát azóta viszont már szerepelt például ugye a Book of Boba Fett sorozatban is, úgyhogy egy elég egyedi megjelenésű, érdekes droidról van szó, ami picit azért félelmetes is, hiszen hogyha megnézzük itt a képet, azért ez egy kicsit ilyen Frankensteines küllemű droid. Na most annak ellenére, hogy ez egy legendás droid, és szerintem mindenki szereti, meg szeretne ilyet figurával is, ennek ellenére rohadtul nem adták ki sokszor. Ugye 1983-ban kiadták vintage-ben, az egy legendás darab, és egy nagyon elterjedt darab, igazából nagyon sikeres volt annak idején is. Emlékszem, nekem már gyerekkoromban is nagyon tetszett, mert az unokatesóméknak megvolt a vintage példány, vagy nagybátyámnak, vagy unokatesóméknak, most azt nem tudom megmondani pontosan. Viszont a vintage időszak után még egyszer kiadták Power of the Force-ba, és azóta nem. Tehát 1998 óta gyakorlatilag az elmúlt, mennyi is az, 25 évben nem adták ki ezt a kis csibészt. Ha minden igaz, 2024-ben fog belőle megjelenni egy új darab a Vintage Collection keretein belül, azt be fogom szerezni, az viszont ziher, mert igazából a Vintage Collectionnél igényeljük azt, hogy vintage-es a hátlap, és ugye a droid meg egy kicsit modernebb lesz, mint a korábbi egyszerűbb darabok, úgyhogy az mindenképpen egy jó választás volt. Na most ez a Power of the Force-os kiadás, ez nem egyezik meg a korábbi vintage-el, teljesen új droidot csináltak, és hát igyekeztek földobni egy kicsit magát a droidot is, mert még a vintage-nél nem volt hozzá kiegészítő, addig itt megcsinálták ezt a droid kínzó padot hozzá, amit, hogyha jól tudom, 3 alkatrészből kell összeállítani, úgyhogy gyakorlatilag a droiddal, a paddal el lehet játszani azt a kínzós jelenetet a Return of the Jedi-ból, hogyha van egy power droidunk, de hát ugye ugyanebben az időszakban, talán egy picit később egy Java-val kiadták a power droidot is a Power of the Force sorozatba, úgyhogy megvolt minden ahhoz, hogy ezt a csodálatos jelenetet el tudja játszani az ember. Maga a droid az nagyon jó, igazából jó a festése, jól áll a lábán, ami extra egy picit a vintage-hez képest, mert ez is egy 5 ponton mozgatható droid, ugyanúgy, mint a vintage, de ami az extra, az nem tudom, hogy itt most látszódni fog-e, de igyekszem, hogy a feje búbján van egy ilyen kis narancssárga ablak, egy ilyen kis üveges rész ott hátul, és belül a droidnak a feje legalábbis a szeme vonaláig üreges.
most ezt azért csinálták meg, ugyanúgy, ahogy asztrodroidoknál is csináltak ugye ilyeneket, ezt azért csinálták meg, hogy ha ott besüt a fény, akkor úgy tűnik gyakorlatilag, hogy a droidnak a szeme, amilyet most itt rohadtul nem látszódik, az sárgán világít, ugyanúgy, ahogy ebben a jelenetben. És igazából ez egy ötletes megoldás, és üzembiztos, és jól működik, és minden ilyesmi. Úgyhogy ez egy frankó dolog. Ami viszont nem annyira frankó dolog, és talán ez az egyetlen negatívum ezzel a figurával kapcsolatosan, amit föl tudok hozni, az ez a droid kínzó cuccos, ami tök jól néz ki, és össze tudod rakni, és oda tudod rakni a droidot, meg minden ilyesmi, ez frankó. Csak hogy az az ember, aki megtervezte ennek az irányító karját, és megtervezte a droidnak a karját, az véletlenül nem ugyanaz az ember volt, és vagy nem egyeztettek, vagy nem tudom, de a lényeg, hogy nem tudja ezt a kart a 8D8 szépen megfogni. Csak úgy tudja megfogni, hogyha gyakorlatilag kinyújtja így maga elé a kezét, és ilyen tök messziről tartja, és nem olyan szépen tartja, hogy itt például a hátsó képen, tehát nem így tartja, hanem így tartja, ami rettenetesen hülyén néz ki. Tehát nem lehet normálisan a kezébe adni a device-nak az irányító karját. Ez mindenképpen egy kicsit ilyen elpuskázott lehetőségnek tűnik, mert alapvetően az ötlet az szerintem nagyon jó. A kiadás is szerintem nagyon igényesen sikerült, ugye ez ilyen freeze frame-es cumóval jött ki, gyakorlatilag ugyanaz a jelenet látható a freeze frame-en is, szerintem, de ezt már biztos mondtam korábban, a freeze frame-es Power of the Force-ok jelentik a Power of the Force sorozatnak a bontatlanok tekintetében a legjobb részét, tehát szerintem ezek néznek ki a legjobban, ezek keresettebbek is szoktak lenni általában, mint a simák. És hát az a helyzet, hogy a 8D8 is egy eléggé keresett figura. A normál Power of the Force-oknál kevésbé elterjedt, tehát itt már egy kicsit visszább vettek a darabszámból, ugye? Viszont, hogy mondjam, annyira nem ritka, hogy beszerezhetetlen legyen. Ugyanakkor elég nagy a kereslet rá. Egyrészt azért, mert ugye 98 óta nem adták ki ezt a droidot, úgyhogy ha valaki Jabba Place-be vagy akárhova szeretne egy ilyet, akkor vagy a Vintage-et veszi meg, vagy ezt, ez nyilvánvalóan egy árfelhajtó tényezőként is működik. A másik meg az, hogy ez egy jól kinéző csomag, ami hát szintén egy árfelhajtó tényező, úgyhogy ez nem a legolcsóbb Power of the Force-ok közé tartozik. Nehéz is meglőni, licitem, megmondom őszintén. Tehát sokszor próbálkoztam, mire végül is sikerült megnyerni olyan áron, amit én gondoltam érte. Hát a piaci ára az valahol ennek a bontatlannak olyan 8-10 ezer forint környékén van manapság, ami hát így Power of the Force-os mércével nézve röhely, mert hát ugye azt szoktuk meg a Power of the Force-tól, hogy ilyen 4500-ért már vannak bontatlan figurák, valóban vannak, sőt az alatt is, de ezek a keresettebbek elég nagy áremelkedést produkáltak az elmúlt években, ez a 8D8 is az a helyzet, hogy ilyen. Bontottan kompletten legalább egy 5-ös, 5005, nagyjából így működik. Amit még előbb elfelejtettem mondani, de a figurának még egy érdekes jellemzője, hogy itt már odafigyeltek a méretre, és ez egy fejjel magasabb ez a figura, mint egy normál emberi karakter, vagy félfejjel, valami ilyesmi. Most itt a mellé rakom mondjuk a Wuhert, akkor látjátok, hogy mennyivel magasabb, és egyébként jól is áll neki ez. Úgyhogy ez egy nagyon jó kis figura, ezt saját gyűjteményben akartam, tehát ezt nem, ezzel nem bizniszelek meg semmi, tehát ez nekem kellett, mert szeretem is a karaktert, meg a droidokat is, meg ez még hiányzott a Power of the Force-aim közül. A másik ilyen csomag, ami szintén hiányzott nekem az elmúlt időben, és mindenképp meg akartam szerezni, az két figurát tartalmaz. Az Ugnautokat 1998-ból, amiből rögtön kettőt kaptunk egy csomagba. Hát felmerülhet a kérdés, hogy miért alakult ez ki, hogy itt a Power of the Force-nál kettőt adtak egy áráért. Ez egy régi vitára, ilyen marketinges, sales-es vitára vezethető vissza gyakorlatilag ez a dolog. 1977-re, tehát amikor a Star Wars vonal indult, akkor hát most, hogy a szélszesek vagy a marketingesek, nem tudom, de aggályaikat fejezték ki amiatt, konkrétan a Java figura miatt,
hogy hát hogy az Istenbe kérjünk el egy ilyen kis figuráért ugyanannyi pénzt, mint egy normálér, amikor kvázi csak fele akkora. És hát erre a felvetésre, vagy erre az ellentmondásra igyekeztek az évek során mindenféle válaszokat adni a Kennernél. Aztán azóta persze a Hasbro ezt elhagyta, tehát őket abszolút nem érdekli, hogy mekkora a figura, nagyjából ugyanolyan árba mozog. De ez régen, ez tényleg egy ilyen fontos kérdés volt, ami foglalkoztatta ugye a szélszeseket, meg a marketingeseket. Ugye akkor ott ezt úgy oldották meg, hogy a Javának ugye ilyen plusz szövetköpenyt adtak, a későbbiek során is az ilyen kisebb figuráknál igyekeztek több kiegészítőt adni, ugye a Jodánál is övet, meg botot, meg kabátot, meg minden ilyesmit, tehát a méretet próbálták ellensúlyozni a kiegészítőkkel, és ez igazából bejött. Nagyjából egyetlen egy ellenpélda van, egyedül az R2-nál, meg az Astrodroidoknál nem foglalkoztak ezzel. Aztán a 90-es években a Kenner még mindig ugyanerre a kérdésre egy másik választ próbált megadni. Ekkor úgy gondolták, hogy hát mi lenne, hogyha egy fele akkora figurából kettőt raknánk bele, és akkor gyakorlatilag ugyanott vagyunk, mint hogyha egy figurát vett volna valaki. Úgyhogy ez az ötlet szülte azt, hogy itt a Power of the Force-ba egy csomó ilyen kettes pak jelent meg single cardon. Ugye az Evoke csomag a Wickettel meg a Logray-jel, a Java csomag, ugye, ami két Javát tartalmazott, és az Ugnaut csomag, ami meg két Ugnautot. Ugyanez az Ugnaut a vintage időszakban ugye szintén ugye szövet kiegészítőt kapott, azzal akarták feldobni a kis pici Ugnautot. Úgyhogy hát itt egy más irányból közelítették meg a dolgot, hogyha valaki engem kérdez, szerintem egyébként ez a jobbik irány, de hát azóta mondom, ezt így már kb. 99-ben a Hasbro el is hagyta. Tehát onnantól kezdve nem foglalkoztak vele, hogy a figura méret, a keresettséget hogy befolyásolja, csak a karakterre, meg az esetleges kiegészítőkre koncentráltak. Az Ugnautok 1998-ban kerültek sorra a Kennernél, és ha már kettőt kellett tervezni, akkor nem kamuszták el a dolgot, mondjuk így, hanem két teljesen szignifikánsan eltérő Ugnautot kaptunk ebben a csomagban. Egyik jobb, mint a másik, azt hozzá kell tenni, tehát szerintem ezek tök jók, ezek az Ugnautok, és az is nagyon jó, hogy ennyire nem hasonlítanak egymásra. Ugye egyszer van ez a varacskos disznófejű barátunk ebben a melós köpenyben, amin ugye ilyen kis izék vannak, ilyen kis szerszámok vannak, meg ugye egy ilyen komlink, és van egy másik, egy mondjuk úgy, hogy hát művezető elvtárs, vagy nem tudom, aki egy ilyen nyomdász művezető köpenyben úgy áll vigyázállásban, mint hogyha éppen a nem tudom, szovjet himnuszt hallgatná. Na ő neki nem annyira varacskos disznó a feje, tehát neki inkább ilyen emberi feje van. Ez is tök jó, mert ugye ebben a jelenet sorban a Birodalom visszavágban ugye sokféle Ugnautot láttunk. Nem ugyanúgy nézett ki az összes, hanem eltért ugye egy kicsit a fejszerkezetük is más volt, amelyiknek volt agyara, volt, amelyiknek nem volt, úgyhogy nem voltak annyira egységesek, és tök jó, hogy ezt leképezték a figurákkal. Mind a két figura 4 pontos mozgathatóságú, ez mondjuk negatívunként is felróható, mozog a fejük, mozog a karjuk válban, mozog a derekuk, illetve hát igen, ennek nagyon korlátozottan mozog a köpeny miatt, ennek valamivel jobban, viszont a lábuk az teljesen egyben van. Tehát a lábuk legfelső mozgatási pontja az gyakorlatilag a csípő, ő neki meg még jobban egyben van a lába, tehát gyakorlatilag, és ő neki ennyit tudod mozgatni csak a csípőjét, de azért standjukat raktak rá, mondjuk legalább stabil, tehát ezeket leállítod a tömpe talpukkal, ezek biztos, hogy meg tudnak állni frankón a saját lábukon. Szép a festésük, jól kidolgozottak a fejek, igazából én nekem tökre tetszenek. Ami szintén még egy icipici negatívum talán, hogy csak az egyik kezük van úgy megcsinálva,
hogy valami kiegészítőt tudjanak fogni, a másik kezük az gyakorlatilag pofonosztásra van berendezve, úgyhogy abba nem lehet semmit se rakni, de igazából ez tök mindegy is, hiszen egyetlen egy darab kiegészítőt adtak hozzájuk, ezt az úgymond toolkitet, ami hát egy ilyen szerszámos láda, amit ugye tud vinni, aki ugye hát melózik, annak kell egy szerszámos láda is nyilvánvalóan. Ugyanilyen volt egyébként a Vintage Ugnautnak is, tehát nem ugyanilyen, bocsánat, ez rossz kifejezés, hanem hasonló volt a Vintage Ugnautnak, mert hogyha most a Vintage-et emellé rakod, akkor abszolút nem ugyanolyan. Szóval ezek szerintem tök jó kis figurák, és ez a kettő egyben ez nagyon működött, működik ma is, tehát nem véletlenül ez is egy tök keresett Power of the Force-os kiadás. Bontatlanul is, meg bontottan is keresni szokták őket, főleg azért is, mert az Ugnaut az szintén egy olyan kategória, amit nem gyakran adnak ki, maradjunk annyiban. Persze volt belőlük modernebb, azt hiszem, hogy például a Legacy-ba volt, de abban nem nagyon könnyen lehet belefutni, és elég súlyos árakon mozog. Ezek még mindig valamivel olcsóbbak, de azért nem sokkal. Tehát ez is úgy bontatlanul olyan 8000 környéki ársába szokott mozogni. Láttam olyat, aki már 10-et is kért érte, nem arról van szó, mert jó kérdés, hogy el tudtál adni annyiért, én annyit biztos, hogy nem adnék érte. Bontottam viszont nem jár az ember velük sokkal jobban, azt meg kell mondanom, mert hogyha külön-külön adják el, akkor egy ilyen 3000-3500-re jön ki gyakorlatilag bontva darabja. Annál olcsóbban nem nagyon lehet kifogni, és annál olcsóbban egyébként én se adnám el őket. Úgyhogy hát úgy mondjuk a kettő 7000-re jön ki, ha veszel egy bontatlant, akkor 8000-re jön ki. Tehát annyira nem gazdaságos ezeknek a beszerzése, maradjunk annyiban. De jó kiadás, jó csomag, úgyhogy ezek az Ugnautok nekem bejönnek. Meg jó, itt olyan 97-98 környékén a Power of the Force-ba nagyon sok új karaktert adtak ki, akit még ugye korábban sose, meg nagyon sok olyan karaktert adtak ki, akit kiadtak már ugyan a vintage időszakban, de modernizáltak rajtuk, szebbítettek rajtuk, és nem követték el azokat a hibákat, amiket mondjuk a Power of the Force-nak az elején, tehát 95-96-ban mondjuk a testalkatot illetően. Most következzen a végére megint még egy különlegesség, a Power of the Force érának a leges-leges legvégéről. Tehát tényleg mondjuk úgy, hogy az utolsó utáni pillanataiból Wuher 2000-ből, aki, hát én nagyon bírom ezt a karaktert, tehát egy nagyon-nagyon vicces karakternek tartom, és hát ennek a figurának az az érdekessége, hogy se előtte, se utána tudomásom szerint nem adták ki máskor, és ekkor is csak Star Wars fanklub exkluzív volt, és ez eredményezte azt, hogy gyakorlatilag ezt időn túl dobták a piacra. Ugye tudjuk, hogy 2000-ben már a Power of the Force az kifutott, tehát elvileg 99-ben hozták ki az utolsó hullámot, az epizód 1-es cuccok előtt közvetlenül, de azoknak nyilván a forgalmazása még azért elnyúlt 2000-ig, viszont volt egy-egy olyan cucc, amit ilyen exkluzívba, még Power of the Force-os plecsnivel kiadtak, ezek jellemzően exkluzívok voltak, és ezek közül az egyik ilyen volt a Wuher, amiről tényleg nem értem, hogy se előtte, se utána miért nem adták ki, hiszen egy ikonikus karakterről van szó, ugye az epizód 4-nek a kocsmárosáról, ugye a kantinába, a kedves modorú kocsmárosról, aki rászól ugye Luke-ra, hogy a droidokat, azokat hagyja kint. Na most hát akkor ugye még ember volt a kocsmáros, ugye azóta a különböző Star Wars-os sorozatokban már vagy droid volt a kocsmáros, vagy vikvaj, vagy mit tudom én, ember az nem igazán, de akkor még egy ilyen durva modorú fickót raktak be, akinek egyébként rettenetesen érdekes egy fejszerkezete volt annak a csókának, tehát abszolút hiteles volt a kocsmáros szerepben. Ugye ez a droid dolog is, hogy nem engedte be a droidokat, ez úgy tudom, hogy abból fakad, hogy a karakter a szüleit a klónháborúk idején vesztette el, és ilyen szeparatista droidok ölték meg talán a szüleit, és ezért gyűlöli a droidokat, és ezért helyezett el egy ilyen droid detektort a kantinának az ajtajánál, amit szerencsére a figurákhoz, vagy a figuránkhoz ki is adtak. Na most hát Wuher azért nem egy bonyolult. Magán a testen nem sok mindent kell nézni.
van egy tisztességes, meglett munkásember, boiler test, egy olyan igazi jó 70-es évekbeli barkó, és egy ilyen bamba, pocokba hajló arc, ami némi borostával van súlyosbítva, tehát itt teljesen hiteles arcról van szó, és van a kezében egy pohár, mert hát egy kocsmárosnak mi lenne a kezében, nyilvánvalóan nem kőműves kanál, vagy nem ostor, hanem pohár kell, hogy ott legyen a kezében. Most sajnálatos módon ez a pohár, ez a szkált része, nem lehet kivenni a kezéből, és nem is arról van szó, hogy oda van ragasztva egy külön pohár, hanem ebben együtt van megformázva gyakorlatilag a figurának a keze, de hát ki akarja kivenni egy kocsmáros kezéből a poharat? Hát nem az a lényeg, hogy töltsön azt ossza, nem? Hát de. Úgyhogy az egyetlen kiegészítője ez a droid detektor, amilyet egy ilyen nagyon üreges, nagyon könnyű, mondhatnánk, hogy tré műanyagból lett megformázva, de pont elég. Tehát igazából, hogyha valakinek ez kell ilyen polcon berendezett mini kantina diorámába, arra pont elég, és beállítod, és mindenki tudja, miről van szó, úgyhogy ez teljesen megfelelő kiegészítő volt ez a figurához. Úgyhogy tök jól van megcsinálva a fej, jó a borosta, jó a testalkat, ül a pohár a kezébe, megáll a lábán elég jól, úgyhogy mit várunk még egy VR figurától? Igazából ennyit, tehát ennyi a lényege, és ez tök jól is működik. Ugye a beszerzés az annak idején se volt, mondom, egy annyira könnyű, mert hogy ugye Star Wars Fan Club exkluzív volt, tőlük kellett megvenni, vagy megrendelni, vagy valami ilyesmi flick-fak volt belerakva. Azért adtak ki belőle tisztességesen, de sokkal-sokkal kevesebbet, mint a normál módon forgalomba hozott single cardosokból, és ez ma is meglátszik az árán, meg hát a keresettségén. Ugye, ha valaki kantinát akar építeni, kantinapolcot csinálni, vagy csak szereti a kantina karaktereket, akkor kell neki egy VR. Tehát igazából ez nem appelláta, hanem muszáj egyet szerezni. És ha már szerezni akarsz egyet, akkor ez az egy van, amit be tudsz szerezni. Úgyhogy emiatt egy kicsit ez ilyen szabadáras dolog, egyre inkább elszáll az utóbbi időben, én úgy vettem észre. Emlékszem olyan bontatlan VR-re, amit annak idején, hát most meg nem mondom, hogy egy éve, vagy két éve, vagy mikor, amit ilyen nem vettem meg valami 6000-ért, vagy 6500-ért, mert drágálottam, aztán azóta már bőven 8 fölött van az ára, 8-akért, 9-akért, esetenként 10-akért adják, annyit nem biztos, hogy egyébként ér, de mondom, hogyha kell egy VR, akkor kénytelen vagy megvenni. Bontva, megvan a droid detektor, meg minden, akkor egy 5-6, biztos 5000-6000-ért szerintem azonnal elvinnék ezt is, ha eladnám, de nem fogom eladni. Úgyhogy igazából ez is egy nagyon-nagyon jó kis cucc, örülök, hogy megszereztem. Tehát ez mind, amit itt most ma eddig láttatok, az mind olyan, hogy magamnak vettem, nem eladásra, vitrínbe, stb. Tehát ezek saját kincsek. És ez a 4 volt ugye mára betervezve, kellett egy 5. is, mit csinálok ilyenkor, összekaparom az összes szart, hogy mi van itthon, ami még nem volt. Átnézem az összes régebbi videót, Power of the Force by Zuzer már nagyon sok videót jelent, hogy mi szerepelt, mi nem. És mindig rájövök, hogy már majdnem minden szerepelt, de egy fontos kihagyás az történt, amit nem is értettem egyébként, hogy nem szerepelt még ez a figura, de hál' Istennek nem szerepelt, úgyhogy ma debütál a zászlós hajó figurája gyakorlatilag a Power of the Force-nak, a numero 1-es számú legelső figura, amit megterveztek, a legelső számú, amit kiadtak, a Luke Skywalker, a Farmboy Luke Skywalker 1995-ből. Ami egyúttal reprezentálja azt is, hogy mi a gond a korai Power of the Force figurákkal, és egyúttal egy annyira legendásan rossz figura, hogy igazából nagyon sokat lehet róla beszélni. Ugye nyilvánvalóan, amikor elkezdték megtervezni a Power of the Force figurákat, ugye az egy nagyon új dolog volt 95-ben, nagyon új dolog volt, és nagyon másnak akarták, mint a vintage időszakot. Ugye a vintage időszaknak mondjuk úgy, hogy 85-ben lett vége, 95-ig azért lefolyt némi víz a Dunán,
és hát megváltoztak a dolgok a játékiparban. Mások lettek a trendek, mások lettek a felhasználói igények, nagyon sok minden megváltozott, a versenytársak termékei is tök mások lettek, úgyhogy hát a Kennernek változtatnia kellett, és változtatni is akart azon, hogy hogy néz ki egy darab Star Wars figura. Ugye ezeket kezdettől fogva is, ez egy Lucasfilm igény is volt, tehát ez nem 100%-ban a Kennernek a sara, hanem felülről is jött rájuk egy ilyen nyomás, hogy a karakterek legyenek izmosabbak, heroisztikusabbak, hősiesebbek, gyakorlatilag ilyen szuperhősöknek nézzenek inkább ki, mint a jól megszokott Star Wars karaktereknek, és a Kenner ezt megtette, már csak azért is, mert abban az időszakban ez volt a divat. Tehát a versenytársak termékei is mondjuk, hogy ilyenek voltak, tehát túlizmosak, néha már karikaturisztikusan izmosak, ez nagyjából a Toy Biz féle Marvel figuráktól indult, de utána átszivárgott a 90-es évek közepén a G.I. Joe-ba is, és nagyon sok más játékvonalba is. Úgyhogy ez a dolog, ennek ez a forrása, és ugye nagyon sokan például ezt a Luke Skywalker-t ugye a He-Man figurákhoz, meg a Masters of the Universe cuccokhoz szokták hasonlítani. Na az a hasonlat viszont azért nem áll meg, mert a Masters of the Universe 10 évvel korábban volt. Tehát az akkor volt nagy és izmos, amikor a többi nem. Ez meg akkor lett izmos, amikor minden más is az lett. Úgyhogy 95-ben kiadták az első sort, amire én emlékszem gyerekkoromból, hiszen az első sorból én egy csomó figurát annak idején megkaptam. A Farmboy Luke az nem volt közte, nekem az első Luke-om az a Dagoba Luke volt gyerekként, azzal már nagyon régen foglalkoztam itt videóba, de hát a Han, meg a Chewie, meg a Vader, azok megvoltak, és azok ugyanolyan túlizmosak voltak, mint ez a szegény Luke, de mondhatjuk, hogy ez az állatorvosi ló, mert tényleg egyébként a Kenner mérnökei ezt tervezték meg elsőnek ezt a figurát, és egy picit akkor még másként is nézett ki, aztán még faragtak rajta, és ez lett a végeredmény. És hát mi a végeredmény? Félhosszú szőkésbarna haj, az még azért rendben van. Nagyon bamba tekintet, nagyon bamba arccal, kicsit ilyen hentes legény arccal, relatíve pici fejjel. A Luke-oknak a feje sose szokott szép lenni, úgyhogy igazából ezt még elviseljük. És aztán ehhez a pici fejhez csatlakozik egy hatalmas felsőtest, ami annyira izmos, hogy gyakorlatilag a borotvált mellkasnak a minden redője kunkorodik innen a köpeny mögül, tehát tényleg ilyen nagyon-nagyon durván kipattintottnak néz ki a Luke, ami elképesztően nem illik ugye a karakterhez, baziszéles vállakkal, darás derékkal, úgyhogy egy abszolút egy túl heroisztikus figuráról beszélünk, ami már-már önmaga karikatúrája, és egyébként mindehhez cingár terpezbe tartó lábak csatlakoznak, tehát aki ezt a figurát így megtervezte, és egyébként azt mondta, hogy jó, az jó, tudom, igen, megrendelői igényt teljesített, meg felső utasítást teljesített, de az emberi anatómiával nem hiszem, hogy tisztában volt, vagy úgy a testalkattal, mert ez teljesen, mint hogyha össze nem illő testrészek lennének összelapátolva. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon ronda figura, ami minket gyerekkorban, hangsúlyozom, rohadtul nem érdekelt. Tehát engem nem érdekelt, hogy mennyire izmos a Han, nem érdekelt, hogy mennyire túlizmos a Vader, ez minket most felnőtt gyűjtőként persze, rögünk rajta, meg komikus, meg mit tudom én, de az akkori gyerekeket nem érdekelte. Legalábbis én ezt tudom tanúsítani. Biztos voltak már akkor is ilyen felnőtt, komoly gyűjtők, akik mit tudom én, már 972-ben a Pecsa Bolha piacon uralták a placot, és már akkor is csak a Patika C9.5 pluszos figurákat vásárolták, és csak a vintage-et. Nekik biztos nem tetszettek a korai Power of the Force figurák, de nekünk gyerekként, és nekünk szóltak ezek, tehát akkor ezeket gyerekekre tervezték. Nekünk tökéletesen megfeleltek. 6 ponton mozgatható figura, igazából semmi flick-flack, van egy sima kék fénykardja, ami egyébként hát két változatot is eredményez, de ezt már beszéltük korábban Vader figuránál, hogy a korai változatoknál túl hosszú lett a fénykard, és ezért a gyártás egy picit későbbi fázisában a fénykard hosszából visszavettek egy kicsit.
Ezen kívül, hát az most nincsen meg, egy ilyen grappling hook kilövő van, amit így a kezére lehet csatlakoztatni. Irgalmatlan béna, irgalmatlan ronda kiegészítő, ami nem is igazán, hát jó, illik Luke-hoz, de senki sem hiányolta volna, hogyha nincs. Egész egyszerűen itt a Kennernél az volt meghatározva, Power of the Force elején, hogy az ilyen karaktereknek kettő darab kiegészítőt kell adni, akkor is, hogyha másodikról nem tudjuk, hogy mi legyen az, akkor kitalálunk valami ormótlan nagy puskát, vagy valamit, amit sose láttunk. Lényeg, hogy kettő legyen, mert az az eladható. Ez volt az ukáz fentről, és tartották is magukat egyébként hozzá. A terpeszállás miatt egyébként nem áll meg jól a lábán, a festés az... Nem tudom rossznak nevezni a festést, mégpedig azért nem, mert strapabíró és időtálló. Sokkal időtállóbb a Power of the Force figuráknak a festése, mint mondjuk a 2000 akárhányas évekbeli figuráknak, úgyhogy ilyen szempontból ez érdekes. Hát ekkor más anyagot, meg más festéket is használtak, úgyhogy talán mégsem annyira meglepő. Na mi ez az értéke, vagy mi az értéke ennek a figurának? Ugye hát, hogyha régi, meg Power of the Force elejéről van, első kiadású, akkor ez vagyonokat ér, ugye nem? Nem. Abszolút nem. Ez kvázi az egyik legértéktelenebb Power of the Force figura, amit valaha láttatok a kezemben. Az a kategória, amihez, hogyha minden megvan és bontott, és gyönyörű, és tényleg olyan, hogy megszólal, akkor is talán még az 1000 forint is illuzórikus összeg érte. 1000 forintért is nagyon-nagyon nehéz eladni. Tehát ez tényleg a kutyának nem kell kategória. Én 500-akért szoktam egyébként adni őket, mert úgy talán megveszik, de lehet, hogy igazából akkor lehetne sikeresen eladni, hogyha még én fizetnék, hogy vigye el valaki, de hát ez nyilván nem fog megtörténni. Úgyhogy nagyon-nagyon nem kell senkinek, nagyon-nagyon sok van belőle. Nálam az utóbbi időszakban azt hiszem, hogy 4 volt, vagy valami ilyesmi, tehát elképesztő mennyiség létezik belőle mindenhol, meg mindenkinél. Bontatlanul is nagyon sok van belőle, és bontatlanul is fikát ér. Ugye ez a sárga hátlapos Power of the Force sorozatból van, ami ugye nagyon-nagyon gyakori, még szép állapotban is, és ezek a olyan 2005-ökért mennek. Tehát még mindig, tehát annak a Power of the Force sok részének felment az ára, voltak olyan dolgok, aminek a duplájára is, de a sárga kártyásoknak nem. Lehet, hogy eBay-en azt látod, hogy fú, már 5000-ért adják a sárga kártyást, lehet, de nem veszi meg a lőtéri kutya se, ezt garantálom. Tehát annyi van belőlük még mindig, mint a franc, és nem nagyon lehet őket eladni. Egy-kettő kivétellel, tehát mondjuk van olyan sárga kártyás, a Tusken, a Boba Fett, a Grédó, meg az R5, ami megy bontatlanul is, de a többi, tehát ilyen Hanok, Lukok, Véderek, Sripiók azok, hát nem tartoznak a legdrágább figurák közé, de nem is baj ez, mert nem lehet minden figura drága, minden figura ritka, ha így lenne, akkor a gyűjtők 90%-a nem tudna gyűjteni, tehát kellenek az olcsó és jó figurák is, hát ez az olcsó kategóriába esik, maradjunk annyiba. Ezen is túl vagyunk, na, tehát ezt is ki kellett pipálni. Jó, ennyi lett volna mára, köszönöm szépen, kicsit ilyen poénosra vettem a figurát, mert már annyira idegfáradt vagyok a szombat miatt, hogy egyszerűen már csak röhögni tudok mindenem, mint hogy inkább idegeskedjek. De remélem, hogy nagyon sokan eljöttök szombaton, mert nagyon-nagyon készülünk rá, úgyhogy ne feledjétek szombaton Figurafest, december 2-án Lourdes-ba, 10 órától 3 óráig és 1000-es a beugró. Sok cuccom lesz, közel 300 tétellel készülök, többnyire Star Wars dologgal, bontottakkal, bontatlanokkal, mindenféle érából, most föl se tudom sorolni, annyi minden lesz nálam, de megszokhattátok. Tehát ilyenkor fél évig gyűjtögetek, hogy olyan asztalom legyen, ami méltó, ami felveszi a versenyt a többiek asztalaival, akik ugye szintén rohadt jó cuccokkal fognak készülni, úgyhogy remélhetőleg találkozunk szombaton. Utána meg jövő héten ugyanekkor, hát ha összejön, akkor emlékmentést takarok, mert már múlt hétre terveztem, meglátjuk, nem ígérek semmit, addig is jók legyetek, szép szerdát, szevasztok!